A stúdióban itt ül velünk szemben Laki Zsuzsi és Dietz Guszti, akik 7 esztendeje élnek boldog házasságban. A kapcsolatuk eleje azonban egy kicsit nehezen indult, de azóta, ahogy ők is mondják, elválaszthatatlanok. 7 éve vagytok házasok, szervusztok, köszöntelek titeket. Viszont... Nagyon komor vagy ma reggel. Korán kellett kenni. Vagy még félig alszol. De akkor nem ez a 7 éves valami feszültség van, vagy ilyesmi, hanem csak pusztán a korán kell is. Nem, szerencsésen, mi szerintem így az első évben túl voltunk így a... Lemecseltük egymással a nehezén, és azóta egyre könnyebb. Igen, hogy mind a ketten erős személyiségek vagytok, ez gondolom okozott néhány problémás pillanatot. Akaratosak vagyunk, igen, erőszakosak vagyunk. Nem csak ez, hibásan teli voltam mindenféle kényszerképzetekkel, ugye Zsuzsit illetőleg. Aztán szép lassan, hogy megismertem őt is, a családját is, úgy rájöttem, hogy ezek az én rossz beidegződéseim, ezek teljesen fölöslegesek. És ezt a Zsuzsi döntötte le benned? Abszolút. Tehát, hogy dolgozott rajta, hogy hidd már el, hogy... Nem dolgozott, adta magát, és így kiderült. És ennyi elég volt. Kiderült. Viszont rólad meg kiderült, hogy annyira romantikus alkat vagy, hogy betonból öntesz szívet. Vagy hát mi? Csak ezt... ennyire vagyok romantikus. Ezt majd meséld el, légy szíves, sőt most meséld el, kérlek, hogy mi is történt valójában. Hát ugye úgy vagyunk jelenleg, most már azzal hoztam őket, de hogy előtte a házat újítottam föl, és ők gyakorlatilag nyár elejé óta ők lent vannak Kanizsán, én fönt vagyok egyedül, és hát ez 3-4 hónap alatt kialakulnak mindenféle, igen. Nem mondanám magamat vadromantikusnak, de igen, igen. Valóban. De hát azért sokszor ír verset, például ugye zeneszöveget is írt annak idején, tehát azért jó, nem viszel vacsorázni hetente, tehát ilyen készítés nincs benne, de én sem vagyok ezzel nagyon romantikus. Nem is tudnánk megoldani, hát egész egyszerűen két gyerek mellett ez már így nem férnek bele. Igen, mert hogy ti nem bízzátok nagyon másra, ugye ezt jól idegenre tudom, nem. Hanem mindent próbáltok együtt megoldani. És így van, vagy az én szüleim, ugye csak hát ők nagy Kanizsán. Messze vannak. Ilyen 220 kilométerre. Kiköltöztetek Gödre, hogy béke nyugalom szigetén élhessetek, elkezdtétek a lakás vagy házfelújítást, hol tartotok most, és van-e már valamilyen dátum, hogy mikor költözhettek be az új benne lakba? Benne lakunk igazából, az, hogy mikor lesz kész, hát ez egyre távolodik, ahogy így. Ez csinál. Így szokott lenni, amúgy nyugodj meg. Igen, anyagilag is távolodunk a végétől egyre inkább azért időben is, de bízom benne, hogy ki fog ez alakulni, ez a felnőtt Lego. Szépen lassan föl fog állni a rendszer, egyre több mindent szeretnénk megcsinálni, kialakítani. Imádjuk Gödöt. Most már úgy vagyok én, nekem elvileg ugye Pesten kellett volna tovább csinálnom edzést, de... Feladtam. Én csak a muszáj, tényleg. Karácsony másnapján, meg tényleg anyámhoz vasárnap délután. Hát ez a dugó, igen, ez azért nem annyira kellemes minden nap. Nem csak a dugó, egyszerűen a rezgés szerintem. A négyzetméterre jutó emberek száma, ugye. Uh-huh. Meg azt kell, hogy mondjam, hogy más ott, más a rezgés is, nem? Mindenki köszön mindenkinek, az emberek kedvesek, hát közvetlenek. Egy kis közösség gyakorlatilag ismer mindenki mindenkit. Kisebb közösség, jóval kisebb közösség. Hát Nagy Kanizsán is egyébként, tehát 30-40 ezer ember lakik, de ott is azért ugye ismerik nagyjából az emberek egymást, úgyhogy... Én valami ilyesmire vágytam, és tökre örülök, hogy kiköltöztünk. Nagyon érdekes. Azt mondtad magadról, hogy nem vagy vadromantikus, de közben hallottuk, hogy egy dalszöveget írtál. Egy tényleg egy kemény kötésű, jó kiású, hatalmas férfiú vagy. És közben látjuk itt egy gyenge oldalt, meg azt mondtad, hogy a rezgések számítanak, és hogy jól érzed magad ebbe a közegbe. Hogy akkor szerintem azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy a magad módján, de azért te nagyon romantikus lelkű ember vagy. Érzékeny vagyok, mindenféleképpen én inkább mondanám ilyen hiperszenzitívnek. Van, amire nagyon rosszul reagálok, van, amire hát minden, csak nem romantikus, maradjunk abban a reakcióm. A embere válogatja, ugye Zsuzsival lehet, velük lehet, gyerekeimmel, családommal mindenféleképpen lehet. Egyébként meg hát sok embert meg nagyon nehezen tolerálok, még a saját köreimben is, küzdő sportoló vagyok. És hát ott van elég sok erős egyéniség, a kis százalékával vagyok csak jóban. Hát akkor két éned van, ezt tapasztalod, Zsuzsi? Több vagy? Énem is van. Igen, azért lehet vele összeveszni is, meg tehát tényleg végletes.
végletes a guszti. Az nem baj, szerintem egyébként, én mindig azt mondom, hogy mind a veszekedés, mind pedig ugye, amikor az ember feltétlen boldog, az érzelem, az a fontos, hogy ez legyen. És hát azért közben itt képeket is látunk, nem tudom, igen, hát nézzétek, ha megnézzük ezt a képet, ott vagy a gyerekekkel, azért meglágyították ezt a betonszívet, amit aztán ki is öntöttél. De... lehet velük, igen. Szóval, hogy igen, velük az ő társaságukban teljesen másképp rezgek, én is érzek, én is. Természetszerűleg teljesen másképpen működök egy edzőteremben, és teljesen másképpen működök a pesti városi forgalomban. Annyit mondd még, milyen ennyi csaj között élni. Szuper. Én nagyon szeretnék egy harmadikat, én arról beszéltünk, ugye fiúig meg se állunk, hogyha az is tányok. Ezt a Guszti megbeszélte magával. Kell még egy fiú, és akkor addig... Én nagyon szeretnék egy kisfiút, és hogyha esetleg úgy jön össze, hogy a harmadik kislány, akkor... De ez még egy ilyen távolabbi terv. Zsuzsi se elveti el akkor ezek szerint. Nem, de most még nem. Nem, bizonyos, sokkal racionálisabb sok szempontból, és ilyen anyagilag megfogható dolgokhoz köti ezt, egyébként teljesen észszerűen. Én meg inkább úgy vagyok vele, hogy hát ha van, akkor meg úgyis meg kell oldani valahogy, nem? És akkor... Így van. Legyen így. Azt kívánjuk, hogy további sok boldog évet töltsetek együtt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.